A francia elnök a politikai erők széles koalíciójának létrehozására szólított fel, hogy a közelgő parlamenti választásokon legyőzzék a szélsőségeket. Emmanuel Macron először szólt a francia választókhoz azóta, hogy vasárnap előrehozott választásokat írt ki, miután pártja megsemmisítő vereséget szenvedett a szélsőjobb oldaltól az európai parlamenti szavazáson. A nemzetgyűlés feloszlatásáról szóló döntését a tisztázás egyetlen módjának nevezte, és hangsúlyozta, hogy centrista szövetsége a legalkalmasabb arra, hogy a szélső baloldal és a szélső jobboldal elleni harc élére álljon. Meggyőződésem, hogy a szociáldemokraták, a radikálisok, a zöldek, a kereszténydemokraták, a jobb-közép gollisták és szélesebb körben sok olyan honfitársunk és politikai vezetőnk, akik nem érzik úgy, hogy a szélsőségesek képviselik őket, de olyan közös eszméket osztanak, amelyeket a jelenlegi többség képvisel, együtt tudnak működni egy új projekt, a projektek szövetségének felépítésében, hogy kormányozzunk a franciák és a köztársaság szolgálatában, mondta az elnök. Tekintve, hogy politikájával sokan elégedetlenek, Emmanuel Macron döntése a parlament feloszlatásáról kockázatos lépés, melynek eredményeként a francia szélsőjobboldal a II. Világháború óta először alakíthatna kormányt. Ezeknek a parlamenti választásoknak az a tétje, hogy olyan politikusok többsége jöjjön össze, akik elkötelezettek az országunk megváltoztatása mellett, és véget vetnek annak a biztonsági, migrációs és költségvetési zűrzavarnak, amelybe Emmanuel Macron taszított minket, magyarázta Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés vezetője. A bal és a jobboldali ellenzéki pártok azon fáradoznak, hogy szövetségeket kössenek. A kétfordulós választási rendszer rendkívül bizonytalanná teszi a szavazás kimenetelét. Macron elnök kijelentette, hogy biztosan nem mond le, függetlenül attól, hogy mi lesz az időközi választás eredménye.